Shalom, mindenkinek jó reggelt! Rabas írásaiból fogunk olvasni. Kettes kötet, mondják az oldalszámot. Mi a legnagyobb hiány, amiért imádkoznunk kell? Kérdéseket föltenek abban a tévén keresztül, hogy mindig a kiválasztott kérdések ki lesznek sugárazva lecke során. Tehát még egyszer Rabas írásaiból kettes kötet. Ismert, hogy a teremtést hiánynak is tekintetjük, ezért nevezzük úgy, hogy létezés a semmiből. Az ember ugyanis csak hiányból lett megteremtve, ezért az embernek el kell élnie a munkában, hogy amikor ki akarja elégíteni a hiányát, akkor először tudnia kell, hogy mi a legnagyobb hiánya, amelyet preferálnia kell minden hiány felett, ami megjelenik benne. Mivel a spirituális hiány és a testi hiány, akkor először le kell tisztáznunk, hogy mit találunk spirituálisnak, és mit találunk testinek. A Kabbala bölcsességének vezetője a 11-es fontban írva van, hogy most már megértetjük a valódi különbséget a spiritualitás és a fizikaiság között. Mindaz, ami valóban egy teljes kapnakarási vágyat foglal magába, az összes állapotával együtt, amelyet Behina Daletnek nevezünk, úgy tekinthető, mint fizikai. Ez létezik a valóság minden elemében, amely az órunk előtt van ebben a világban. Ezzel ellentétesen minden, amelyben a kapnakarás másképp mérhető, az más spiritualitásnak tekinthető. Ebből következik, hogy a fizikaiságban az, hogy a kapnakarás kielégülésére kell törekednie minden egyes létezőnek, és mindenki a saját előnyére törekszik, az fizikaiság, és az, amelyik pedig a teremtőnek az előnyére törekszik, a spiritualitásnak tekinthetjük. És ezért világosan látnunk kell, hogy nincs szükségünk arra, hogy edényt teremtsünk a fizikai világra, hanem egyszerűen az önszeretetből való kilépéssel építünk egy edényt, amely a megszerzés érdekében, mivel a teremtő valóban olyan edényeket ad nekünk, amelyben a teremtés magát érzékeleti, ezért a teremtés alapgondolata az, hogy jót cselekedjen a teremtményével, azaz, hogy a kapni akarással, ami a létezés a semmiből. És ilyen módon nekünk sovárognunk kell arra, hogy megkapjuk a fényt és az örömet, ami ilyen módon definiálható. A teremtő azzal az edénnyel is elégedett, amelyben megszerezhetjük a kielégülést, ezért nekünk nincs szükségünk el egyébként a kapnakarás edényére. Az ima, a fizikaiságra fordítunk, az kizárólag arra az érzésre. מה שאין כן בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו, כי החיסרון על רוחניות... Tehát nekünk az ima, ezért nekünk a spiritásért kell imádkoznunk, ahol a hiányt a teremtő tudja kitölteni. Ezért az oka a hiánynak. A hiány az oka az imádkozásnak. Tehát amikor mi szenvedünk azért, mert a hiány nincs kitöltve, akkor ezt a hiányt úgy tekintetjük, hogy ez még nem született meg bennünk. Azaz, hogy az edény kielégülésének a hiányát nevezzük tulajdonképpen adakozási vágyra való átállásnak. És ez a különbség a fizikaiság és a spiritás között. A fizikai edény az megszerzési edénynek is tekintető, ami valóban az ön magára irányuló vágyat jelenti. A spiritás edény az az edény, amely valóban a teremtő érdekében akar kielégülni, ellentétesen a saját magára irányuló kielégülése. Ez a teremtés tekintetében ez egy hiány. Az ember ugyanis az kizárólag egy olyan edénnyel születik, amely létezésnek az oka, tehát ahogy mondtuk, hogy nekünk a testünkben a teremtő előnyeit kell szolgálnunk, és nem értjük pontosan, hogy mi mire lett beállítva, azaz nehéz fölfogni,
hogy mit jelent az, hogy az önszeretetre irányuló vágy, és úgy jelent az, hogy a teremtőre irányuló vágy. És lát, ez pontosan akkor van így, amikor nekünk meg kell különböztetnünk az örömeket, amelyek az önszeretetre irányulnak, vagy pedig amelyek a teremtő előnyeire irányulnak. És ez a dolog, ez a testtel kapcsolatosan még igazabb, amikor valaki valóban kizárólag az adakozás érdekében akar dolgozni, azonnal éreznie kell, hogy oké, én értem, hogyha látom, hogy az emberek, akik ezen a vonalon haladtak, akkor én is ugyanazt szeretném. Azonban a test azt mondja, hogy egyetértek veled, de nézd meg azt, hogy hány ember van, akit te láttál, aki az életében minden gondolatát, azt a teremtő gondolatának tudta szentelni, és nem a sajátjának. És hogyha mi összegezzük azt, hogy vannak emberek, akik valóban ezen a vonalon haladnak, mekkora erőfeszítés és időt töltöttek azzal, hogy mekkora szerezzék a képességet, hogy mindent az adakozás érdekében tegyenek meg. És különösen akkor, hogy mennyi ideig kell tartania, egy hónapig, két hónapig, egy évig, két évig, míg eljutsz oda, hogy még okosabbá válsz, és föl tudod tenni a kérdést, hogy mindezeket, az erőfeszítéseket azért tetted, hogy elérd azt a szintet az adakozás érdekében, amit éppen elértél. Ezek a szavak, ezek az embert eltaszítják a munkától, azaz távol akarják tartani az adakozástól, és ebből következik, hogy a spirituális szemeni aggodalmat, hogy hogyan tudunk örömet okozni a teremtőnknek, az embernek nincsen ilyen jellegű hiánya, éppen ellenkezőleg, hogyha az ember eljut a gondolathoz, hogy valamit tennie kell az adakozás érdekében a teremtővel, minden jutalom nélkül, akkor a test összes gondolata és vágya azonnal protestálni kezd és felsír, hogy ne legyél bolond, és ne menj a tömegek ellenében, a többség ellenében, bocsánat, ahol tudod, hogy az értelem valóban kötelez téged a munkára, az önszeretetre. Csak ezzel az erővel tudunk a Tórával és a parancsolattal foglalkozni, bár tudjuk, hogy nekünk valójában lismában kéne mindezt megtenni, azonban az általános válasz az, hogy meg kell tartanunk, amit a bölcsek mondtak, az embernek mindig a Tórás a parancsolatokkal kell foglalkoznia, de lolismá állapotában, nem a saját érdekében, a lolismából lehet eljutni a lismába. Azonban az embernek nem kell aggódnia ennek az ügyben, azaz tesztelnie kell, hogy valóban közele tudott-e kerülni a lismához, és tudnia kell, hogy a jó az valóban így érje el az embert, azaz az embernek el kell ismerni ilyen módon a lismát, tehát nincs szüksége az embernek arra, hogy a lismára gondoljon, mivel nem kell részletesen megvizsgálni a dolgokat, amit, főleg azokat, amelyeket nem kell megtennie, hanem sokkal inkább úgy kell élni, mint a többség. Ezért van egy nagy különbség az ima, amit az ember a fizikaiságban emel föl, és az ima, amit, amikor valaki a spiritualitásban emeli ezt fel. A spiritualitásban az embernek először az edényért kell imádkoznia, hogy érezze a szomorúságot, a fájdalmat, az, hogy nincs meg az edény, amit vágynak neveznek, azaz, hogy valóban, hogy örömet tudjon érezni a teremtő felé való emelkedésben, és a teremtőek való örömokozásban, és ebből következik, hogy nem kell a saját hiányának a kielégítéséért imádkozni. Tehát, hogyha megjelenik az igény az emberben, mivel az emberben nincsen spirituális edény egyáltalán, ezért, amikor az ember eljut a spirituális imáig, akkor az edényért kell imádkoznia, amit a teremtő megad majd neki, amelyben valóban adakozni akar majd a teremtő irányába. Ezek után, amikor megvan az embernek az edénye, amely távol, amely működik majd neki a spiritásban, ezen keresztül tud majd belépni a további spirituális edények kiterjesztésébe. És ebből az is, a fentiekből következik az is, hogy valódi hiány, amiért az embernek imádkoznia kell, az, hogy a teremtő adja meg az edényt. És ezt követi az a szabály, hogy nincs fény edény nélkül. Amikor az ember egy igazi hiányért imádkozik, akkor valóban a hiánnyal együtt megérkezik az imában az eredmény is, azaz
egy új edényt ad a teremté, ahogy írva van, hogy én elmozdítom a kőszívet a húsadból, és adok neked egy hússzívet. És mi hallottuk ezt Balaszolantól, aki ezzel a hiánya kapcsolatban azt mondta, hogy Edmov Porszov az ő tanítója Lengyelországban, arról mondta, amit Áron verséről mondta, hogy ezt meg kell próbálni rendesen magyarázni, és lehet ellentétes módon is magyarázni. Rabbi Simon pedig erre azt mondta, hogy valóban az embernek az zsebe üres, ez pedig úgy interpretálható, hogy a zseb az, amiben pénzt tud rakni az ember, az a teremtő fényt rakni. Általában mi erőfeszítést teszünk azért, hogy pénzt szerezzünk a zsebünkbe, és erre pedig azt mondta Rabbi Simon, hogy az embernek sokkal jobban inkább abból kell aggódni, hogy üres legyen a zsebe, mert akkor lehet neki edénye a pénzre. Tehát minél nagyobb a zseb, annál nagyobb kincset tud belerakni a teremtő. Ezért a spiritualitásban az embernek azért kell imádkoznia, hogy adja meg a bőség. Nem azért kell imádkozni, hogy megadja a teremtő a bőséget, hanem először azt kell látni, hogy megvan-e a hely, ami a sóvárgás az adakozásra a teremtő irányában, mert a természet ellenében mi csak megszerezni akarunk, és nem adakozni. És ebből az is következik, amikor valaki belép a munka szentségébe, és valóban el akar érni a teljességet, erőfeszítéseket kell tenni, hogy eléri azt a vágyat, amit valóban, amiben keresztül örömet tud okozni a teremtőjének. Ez az a pont, ahol az embernek fókuszálni kell az imára, azaz, hogy a teremtő segítse őt, és adja meg az új edényt, és az embernek ki kell jelentenie, hogy ó Uram, ó világura, add meg nekem, hogy először, mikor beléptem ebbe a világba, és megkaptam először azt az edényt, amelyben csak a saját hasznomat kerestem, most azt kérem tőled, hogy adjál nekem egy új edényt, hogy meglegyen a vágyam, és csak arra legyen meg, hogy adakozni tudjak feléd ebben az edényben. Feltehetjük a kérdést, hogy hogyan tud valaki arra imádkozni, hogy egy vágyat kapjon, amit adakozásnak nevezünk. Mert valójában az embernek nincs szüksége az edényre, hiszen nem érzi, hogy ebben hiánya van, akkor hogy tudná ezt megkapni. Azonban hogyan kérhet valamit az ember, amire valójában nincs még szüksége? És látnunk kell, hogy akinek az nincs meg ez az edény, amelyet adakozásnak nevezünk, ez nem jelenti azt, hogy megvan mindene, ami lehetne, és ebből írva van a felső szférákban, hogy a binának a szférája, amelynek a kegyelmi öröm állapotában a második megszorítás utáni állapota, az távozott, kilépett a rozsdári kampimból, és még mindig úgy, és az ember ezért nem kap hokmát mindaddig, amíg az ő bínája nem lép ki az Arikampinból, mert nincs rá szüksége, mert nem kérte. És látnunk kell, hogy ez valami, amit az ember nem tud önmaga megszerezni, az pontosan ez, hogy felemeli az igényt, tehát az embernek fájdalmat kell érezni, hogy nincs ez meg neki. És még az ember érzi is, hogy szüksége van, de nem érzi a kint emiatt, az még minden tekintető valódi hiánynak. Ezért hogyan tudna valaki imádkozni valamiért, amire nincsen hiánya? Ezért az embernek végig kell gondolni a teremtésnek a célját, amiről tudjuk, hogy ő jót cselekedjen a teremtményeivel, amikor valaki elkezdi kritizálni a jót, amely a teremtmények között jelenhet meg, azaz a világ fényét, amit a teremtő át akar adni a teremtményeknek, a teremtés tervének megfelelően, azonban a teremtmények között ennek a forrása nem található meg, és fel kell ismerni, hogy kell legyen egy oka annak, hogy a fény és az öröm elutasításra kerül a teremtmény oldala felől, a megszerzési edényekben, és a felső bőség ezért nem tud egyáltalán feltárulni, miközben a teremtménynek, a teremtésnek a végső teremtésre többet. Az embernek látnia kell, hogy mindaz, amit önmaga előtt lát, amikor nem tudja megkapni a felső bőséget, ennek azért kell így lennie, mert a Tórát és a parancsolatot nem úgy tartja be, hogy be kellene tartani a király parancsainak megfelelően.
És ahogy ezt a bölcseink mondják, a Teremtő meg akarta ajándékozni Izraelt, ezért átadta neki a csodálatos és örömteli Tórát és parancsolatokat. Ez azt jelenti, hogy a Tórán és a parancsolatokon keresztül mi elnyerhetjük a fényt és az örömet. Azonban a kérdés akkor meg felemelkedik, hogy miért nem úgy tartjuk meg a Tórát és a parancsolatokat, ahogy az megfelelő módon szolgálná a királyt. Erre a válasz pedig az, hogy azért, mert hiányzik az az érzékelésünk, hogy lássuk a Tórának és a parancsolatoknak a valódi fontosságát, és miután hiányzik a parancsolatokból ez az erő, ahogy azt parancsolták nekünk, hogy megtartsuk, és ezzel egy időben az ember eljut oda, hogy kizárólag felismeri, hogy a Teremtő tudja csak korrigálni mindezt, és ezt föltárja az ember számára a fényt, a Tórát és a parancsolatokon fényét, hogy érezze a bennük rejtett örömet, és akkor az ember valóban képes lesz szolgálni a királyt lélekkel és szívvel, úgy, ahogy annak történnie kell. Ezért miért kell imádkoznunk a Teremtőhöz, hogy adjam meg a felső bőséget, és akkor mindenki valóban a Tórával és a parancsolatokkal tud foglalkozni megfelelően, minden elutasítás nélkül. Azonban látnunk kell azt, amit a Szent Ari mondott, hogy a nukva az nem volt megfelelően felkészítve, ezért történt meg a törés, az orr pnimi, ahogy azt Ari magyarázza, a felső bőségnek egyszerűen be kellett lépnie az edénybe, hogy az képes egy adakozással foglalkozni, azonban a fény erősebb volt, mint az edény, ami hatalmas megszerzést ébresztett fel az edényben, ugyanis kizárólagosát képesenek megfelelően képes az edény megszerzni fényeket, amely megfelel az adakozási szándékának, de ilyen mértékű fényre nem állt készen a nukva, ezért a fény belépett az edénybe, amelyben csak kapni akarás volt. És ezt nevezzük úgy, hogy klipa, és ebből következik, hogy az edény eltört. És ezért a bőségnek valóban, amikor belép ebbe az edényben, csak a klipákba fog átáramlani ez a bőség. Itt ugyanez történik, tehát hogy az edény valóban eltört, tehát semmi nem tudott benne maradni, ugyanis elveszett az edény a fény megőrzési képességét. Ezért az embernek nem azért kell imádkozni, hogy kapjon bőséget felülről, hiszen az rögtön a klipákhoz áramlana. Ehelyett az embernek a Teremtőhöz kell imádkoznia, hogy egy új vágyat adjon meg, az adakozásra való vágyjal egyetemben. És amikor az embernek megvan ez az edénye, akkor a felső bőség megjelenik az emberben, és az ember érezheti majd az örömöt, amely belépett a Teremtés gondolatába, hogy ő jót cselekedjen a teremtményeivel. Ezért megkérnünk kell a Teremtőt arra, amire valóban szükségünk van, amely az adakozás edényeinek a megszerzése, és semmi másért nem kell imádkoznunk. Brav Lajtman. A felső fény az teljes mértékben nyugalomban van, még hogyha mi ebben is vagyunk benne, a teremtménynek kell felfedezni a fényt, mégpedig a saját hiánya alapján, különben nem fogja érezni, nem fogja feltárni. Ezért mondja azt, hogy nincsen hiányunk, akkor egyáltalán fogjuk érezni a hiány kitöltésére adott fényt. Tehát a felső fényt, sem a minőségeit, semmit, amelyet világok formában nyilvánul meg felé. Mi az, ami távol tart bennünket az istenség érzékelésétől? A hiány hiánya. Hogyan tudjuk mi a vágyainkat az istenség felé fordítani? Hát először is az istenséggel ellentétes vágyakat kaptunk a teremtésnek a hajnalán, melyek valóban meg kell próbálniuk utána hasonlóvá válni az istenséghez, és ezen a módon elkezd majd feltárulni az istenség, és pontosan abban a mértékben, amennyire ez az ellentétesség megragadható,
Tehát ez a két állapot, ami az edényért, és az istenség és az istenség ellenében nyilvánul meg, pontosan ez az ellentétesség, hogy ugyanaz a hordozó képessé válik felismerni a teremtőz való hasonlóság szükségességét, adja meg a spiritás edény mértékét. És hogy egy ilyen lehetőség fölmerüljön, a teremtő megteremtette a kapni akarást, kitöltötte az Einsof fényével, a végtelen fényével, de egy olyan módon, hogy a kapni akarás nem vett részt ebben a kitöltésben, hanem ez mind felülről érkezett, szándékaiban is, és cselekedeteiben is, és ez eltörte. És akkor a kapni akarás, amely elkezdett sóvárogni erre a fényre, legalább egy kis mértékben, hogy olyan válaszol, mint a fény. És most ez a hatalmas sóvárgás már megnyilvánul. Az, hogy ezt a sóvárgást uraljuk, elkezdjük látni, hogy hogyan tudjuk ezt a sóvárgást kielégíteni. És elkezdtük megérteni, mondja Rav, hogy nem a fény megszerzésére kell sóvárognunk, hiszen ez azzal a feltétellel tölthető fel, hogy adakozunk a fény irányába. Honnan jön a fény ereje az edénybe? Pontosan azáltal, hogy más törött edényekkel összekapcsolódunk, és ha tudjuk, megértjük, hogy hogyan tudjuk összegyűjteni a törött edényeket, ezáltal felfedezhetjük az adakozásnak a vágyát egymás között. Tehát az adakozás vágyon keresztül pedig kialakul egy hatalmas edény, amelyben közösen összekapcsolódva közelebb tudunk kerülni minőség a teremtőt. És akkor abban a mértékben, amely a mértékben összekapcsolódnak ezek a vágyak, a elutasítás felett, ami megjelent bennük, amely aztán el is törte ugye ezt az egy vágyat 1000 darabra, ez fogja megmutatni az adakozás erejét. Tehát, hogyha az adakozásnak az ereje elér egy bizonyos mértékű szintet, átlép egy küszöböt, amely az első spiritás szintnek az ereje, amely között a kapcsolatban létezik, az adakozás szinten belül, ahol minden szeparációs erőt legyőzve az adakozás ereje megnyilvánul minden irányba, akkor az adakozás ereje nagyobbá válik, mint a megszerzés ereje. A kapcsolatnak az ereje erősebbé válik, mint a kimozdító erő, akkor elérjük az első szintjét a kapcsolatnak. És ennek megfelelően meglátjuk a vágyat, amely feltárja a felső fényt, és elkezdődik ez a fajta kiterjedése az adakozásnak. Így haladunk előre. Ebből megérthetjük, mondja Rav, azt a tényt, hogy nekünk valójában minden a rendelkezésünkre áll. Tehát mi a felső fény hatalmas óceánjában úszunk, áramlunk. Mi törött edényekként vergődünk benne. Nincs szükségünk arra, hogy az Einsofból bármi más megkapjuk, mint ami megvolt, adatva nekünk. Mindenünk megvolt. Nekünk csak újra kell éreznünk ezt. Azaz el kell érnünk azt a pontot, ahol mindenki kifejleszti a saját edényét, újra építi. Emlékezni kezd erre, és felfedezi azt a valóságot, amelyben már egyszer létezett. És ilyen módon fokozatosan a felébresztések sorozataink keresztül, a természetünkből adódóan, amikor a fény elkezdi befolyásolni a vágyat egyre jobban és jobban, amelynek eredményeképpen a vágy növekedni kezd, és érezni lehet majd,
hogy egyre nagyobb szenvedés nyilvánul meg, ugyanakkor viszont egyre jobban fejlődik az eredmény, a megértés és az érzések. Ezen keresztül mi elkezdünk közelebb jutni a mi edényünk lényegéhez, a kapni akaráshoz. És ilyen módon mi semmilyen más dolgot nem kapunk, amit kapunk, az a hiány kizárólag. Ahogy az edény fejlődik, mi felfedezzük, hogy folyamatosan egyre jobban és jobban mindaz, amit megkapunk ezen keresztül, azt kizárólag csak azért kapjuk, hogy növeljük az edényt, semmi másé, és a végén még sincs kitöltés, ugyanis mi állandóan a végtelen kell, hogy törekedjünk, de a folyamaton keresztül, amin átmegyünk, elkezdjük érezni, hogy a megoldás nem az állandó kitöltés a törekvés, hanem itt egy teljesen új vágynak kell megjelennie, és elkezdünk sóvárogni a lényeg után, amely teljes egészében egy új vágy az emberi lélekben. És ezt kell beteljesítenünk, és ez be is lehet. És ezen a módon felfedezzük, hogy a munkánk az kizárólag csak egy felkészülés, és az egész életünk az egy felkészülés valami hatalmasra, valami óriásira, végtelenre és teljesre. És a teljes történet a természetünk megváltoztatásáról szól, hogyan és mikor tudjuk ezt megváltoztatni, ha elkezdjük látni, hogy nem csak önmagunkat látjuk, mindenki saját maga irányából, és amikor a többeket látok, akkor sem igazából, még akkor is magamra irányultam eddig, ugye? Hiszen őket úgy néztem meg, hogy velem milyen viszonyban vannak, hanem amikor valóban kilépek ebből a fajta valóságból, amely kizárólag önmagamra irányul, és belép az egész rendszerbe egy különleges erő, amely kiépít köztünk és bennünk egy képességet, hogy egy új szándékot, hogy mások felé akarjunk kiáradni, a Teremtő felé akarjunk adakozni, és ez az életünk legfontosabb pontja. Hogy hasonlóvá váljon, mint a Teremtő, és a Teremtőre úgy tudjunk tekinteni, mint a legfontosabb dologra, amely messze magasabban áll, mint az önaggodalom, és ezen a módon képes vagyok kilépni önmagamból és előre haladni. Ezt nevezzük az adakozás érdekében tett munkának. Itt nagyon sok szint van még, azonban ez a szándék, ez az, amit spirituális születésnek nevezünk. Nekünk erre kell állandóan gondolni, ezért kell állandóan imádkozni, mert ez lesz az, ami valóban az egyetlen igazi vágy az életünkben. Semmi más nincs benne. Mi valóban úgy élünk egyébként, mint az állatok ebben a valóságban. Dolgozunk, tanulunk, gyermekeink lesznek, családunk lesz. Minden, amit teszünk, azt meg kell tennünk, azonban mindezek felett, amikor én valóban csak egyetlen eredményre akarok, egyetlen dologra akarok törekedni, amely nem erre az életemre irányul, hanem valóban nem ebben az okozat összefüggésben vergődő létezésre, hanem a saját szintemről fel akarok emelkedni oda, ahol kizárólag a felső erővel kell törődnöm. Ha én megszerzem ezt a vágyat, ha meghozom ezt a döntést, akkor beélép a lefölmálló fény a barátokból, a tanulásból, a terjesztésből. Ha én megszerzem ezt a vágyat, akkor ezen a vágyon belül elkezdem érezni a felső magasabb rendű valóságot, azaz
És ez az egyetlen dolog, amivel törődni akarok igazából az életemben. És ez az, ahogy elkezdhetjük az igazi fejlődést a spirituális vágyon belül. Tehát a legfontosabb vágy, mondja Rav, az az, amelyért imádkoznunk kell, az a teremtőre való vágy, amely valójában az adakozási vágy maga, hiszen ez a csoportra való vágyjal azonos, és itt kezdődik, mondja Rav, az összes cselekedet egymás között, egy olyan szándékkal, egy olyan kiterjesztéssel, olyan kapcsolati tevékenységgel, ahol egy új szándék jelenik meg, ami elvisz bennünket a reformáló fényhez, és ezen belül pedig az adakozás felé irányít bennünket a teremtő irányába. És világos kell legyen a számunkra, hogy egy edényt építünk egymás között ezen a vágyon keresztül, és ebből az edényben valóban fel kell, hogy fedezzük azt a jelenséget, amelyet úgy nevezünk, hogy adakozás. Amelyet úgy is nevezünk, hogy bore. Kérdések. Ez a természeti változás, ennek, ugye ez egy hatalmas, a kapnakrásnak a fejhajtásával kell kezdődni a környezetben. Igen, ez valóban egy alázattal kezdődik, mondjam, de még más dolgokkal is. Amilyen mértékben én, ha én látom a célt, akkor mindaz, amit megtapasztalok, azon keresztül tulajdonképpen a cél elérésére irányulok, és akkor engem nem érdekel semmi, amit meg kell tennem ezért. Hiszen ha a cél elérés a legfontosabb dolog, akkor elfogadom, hogy ennek jönnie kell, az jöjjön el. Nyilvánvalóan nekünk mindenféle feladatokat kell végezni, és sok dolgoknak keresztül mennünk, ez egyértelmű. A cikkről kérdeztetek? Hát persze, mondjam. Itt azt írja, hogy a fizikaságban ki kell tölteni a kapnakarást, ami azt jelenti, hogy bármit, minden saját előnyire irányul, azt fizikaságnak nevezzük, és mindaz, ami a teremtő előnyire irányul, azt spiritualitásnak nevezzük. Igen. De miért van ez így, hogy a szándék az befolyásolja a valóságérzékes? Miért van ez így? Hát mi másra befolyásolna, nem ez, mondja Rab. A vágy önmagában az állandóan megmarad, az mindig kapnakarás. Nem változtatod meg ezt soha. Csak közelebb kerülhetsz ahhoz, hogy valójában vezéreld a kapnakarást, hogy miért akarsz kapni, és mit. Tehát, hogy tud irányozni a kapnakarást, tehát kinyitod és becsukod a saját szándékodnak megfelelően. Urává válsz. És ilyen módon felosztjuk a párcufot a vágyunknak megfelelően, amelyekben képesek vagyunk, azokban a részekben, amiben adakozni tudunk, vagy amelyiken még nem tudunk dolgozni, az adakozás érdekében azokat lezárjuk. Ezt hívjuk toknak, és szofnak pedig azt, amivel tudunk, a szofnak pedig azt, amivel nem tudunk dolgozni. Oké, tehát akkor kiderül, mondja a srác, hogy akkor a szándékot nekem el kell mozdítanom az egység felé, és akkor valóban ez olyan lesz, mint egy ilyen belső kapcsoló, hogy én megváltozom a valóságot, és ezen keresztül. Na de hogyan lássam ezt a képet? A reformáló képen keresztül, mondja Rav, a közösségen keresztül próbáld meg ezt értelmezni. Izrael kezdi Sáj, hogy mielőtt az ember megszületne, el kell kezdeni érezni a születés fájdalmait. Így van. Sokkal a születés előtt érezned kell, hogy valóban elkezdődik a változás a születéshez. Ezek a változások, mondja Rav, ezek messze fölötte vannak a kapnakarásunknak, és az adakozási és megszedési szándék harcol az emberben, és ilyen módon az embernek meg kell különböztetnie az egóját, a büszkeségét, és mindezeket az állapotokat, amelyek a kapnakaráson belül megnyilvánulnak, és így tud fölémelkedni mindennek. Tehát nekünk nincsen, mi nem tudunk fölemelkedni egyébként sem a máshova, tehát nekünk azt kell végig gondolni, hogy tudjuk felemelni az adakozást,
a teremtő fontosságát, önmagunk fontossága fölé. Oké, Denis Moszkvából kérdezi, mi az ima, amelyben valóban a helyes hiány a tízes körben? A hiány a tízes körben az csak a kapcsolatra való irányultság lehet, hogy eléred azt az edényt, amely a kapcsolat erejének megfelelőjen. Teret biztosít a teremtőnek, hogy a teremtő feltáruljon, és ezáltal örömet tudj okozni neki. Ariából kérdezi valaki, mi a helyes munka egymás között, hogy képesek legyünk, tehát egymás között a hiányt kell emelnünk, vagy a másiknak való kitöltésre kell koncentrálni. A hiszaron a hiány, magyarav, azt kell egymásnak átadnunk mindenek előtt, abban a mértékben, amilyen módon összetudunk kapcsolódni a reformáló fény erejével, az eredményben pontosan ez lesz, hogy a kitöltés megjelenik a kölcsönösen növelt hiányunkon, spirituális hiányunkon. Az imának pedig a kapcsolatra kell irányulnia, tehát hogy valóban ezáltal a teremtőnek a fénye sokkal nagyobb mértékben feltáruljon. Miguel Argentinából kérdezi, hogyan tudunk kérni a hiányt, úgyhogy mindenkiben ez nyilvánul meg. Mi ez a lépés, amit meg kell tennünk, Rav? Nincs olyan dolog, hogy készen állunk, vagy nem állunk készen. Nektek minden pillanatban készen kell állnotok, mert bármilyen pillanatban hatalmas lépéseket kell tenni. Ez mindig lehetséges, így van kitalálva az ember. Nincsenek limitációja, hogy mennyire tudsz, mekkora vágyat tudsz felemenni. A vágy végtelen. Ez, amit ön leírt, nekünk az azt jelenti, hogy nekünk állandóan a kapnak rásunk kell gondolkodni, és ennek megfelelően, amit tudunk tenni, az mindig az értefetít bemelkedés. A kérdésem akkor az, hogy amikor mi elkezdünk növekedni az adakozás edényeiben, akkor ez milyen feltárulásban van, és merre tudunk haladni? Én nem értem a kérdést. Még egyszer, mondja rá. Tehát mi a kapnakarásban vagyunk. El kell valamilyen munkát végeznünk a vádgyal szemben. Tehát ezek az adások edénye, amelyben felfedezzük a teremtőt. Tehát én a következőt kérdezem, hogy amikor megvan az edényünk, akkor mi az az, akkor mi van az értelem felett? Nem, ez nem az értelem felett van ebben az értelemben, hanem az ember az, ami kiépíti az értelem feletti hitben mindezeket. Oké, na, de akkor azért érzem a hiányt. Te erőfeszítést teszel. Tehát nyilván neked vannak személyes problémáid, neked ezeken túlmenően a teremtőre kell gondolnod, hogy mindent a teremtőnek tudj tulajdonítani. És minden fontos legyen, mint bármi más. És mindezek valójában a fizikai edényben nyilvánul meg, mert így tudjátok kiépíteni a saját vaskosságotok mentén a változást, a saját értelmeteken belül. Az adakozás, vagy az értelemfeletti hitbeemelkedés, az kizárólag a reformáló fényen keresztül érkezhet meg, és ez viszel benneteket ahhoz a számításhoz. Nehéz ezt elmesélni, nem tudom elmagyarázni magyarabb. Tehát ez viszel benneteket az a számításhoz, ahol valóban tehát így tudtok. Oké, tehát akkor mikor alakul ki az adakozási edény? Az adakozási edény az ilyen módon alakul ki benned. Oké, na de akkor mi lett a teremtőnek a feltárulása? Tehát nyilván van egy hiánynak kell megjelennie. Neked, mondja, neked ez a kitöltés csak akkor történhet meg, hogyha előállítod a vágyat előtte. Tehát nyilvánvalóan meg kell jelenjen egy vágy, hogy csak a teremtővel akarsz törődni. Oké, na de akkor az öröm ebben az edényben érezhető? Az öröm, mondja, igen, de az adakozásnak az öröme.
Ez nem az az öröm, amit a jelenleg edényeiben érzem. Nem nagyon vannak erre szavak, nyilvánvalóan a dolog nem így működik. Tehát nincsenek erre szavak, nincsenek nyelv, nincs nyelvezet erre. Tehát van az alsónak a nyelve, és van az alsónak a nyelvezete, és van a felsőnek a nyelvezete. Rav, hogyha én kérem a teremtőt, hogy adja meg nekem az adakozásnak az erejét, ez nem egoista kérés. Amit el kell képzelned az adakozási edényekben, az pontosan azt jelenti, hogy nekünk egy erős, végtelen, tökéletes vágy kell, és így kell erősebbnek lenni, és így kell egy tökéletes világban élnem. Tehát nézd meg az arcodat, akkor, ha most látnád az arcodat, akkor látnád, hogy mire gondolok. A kérdés tehát, hogy mi is az mi adakozási edényünk? Ez a kérdés, semmi más. Az adakozásnak az ereje ugyanis az, hogy te leválsz a saját vágyaidról, és minden erőt kizárólag az adakozásra irányul, mert nincs olyan dolog, hogy adakozási vágy, az adakozási vágy ugyanis maga a teremtő, a mi számunkra az igazi adakozásnak az eredménye, az adakozás szándékában nyilvánul meg, és szerezhető meg. A teremtő ugyanis egy valóban tiszta adakozás, a teremtmény az tiszta megszerzés, amin keresztül meg kell szereznünk az adakozási szándékot, és két minőséget foglalunk egybe, a kapni akarást, és adakozási szándékot, és ilyen módon a teremtő viszont csak is az adakozási szándékból áll. Ezért van az adakozási szándék, amely megteremtett bennünket, a megszerzési vágyat, és e fölé kell emelkedve kell megérkeznünk a reformáló fényt, és kiépítenünk egy új szándékot az adakozásra, amely lefedi majd a kapni akarásunkat, és akkor a lefedettségen keresztül, tehát, hogy amikor a kapni akarást lefedi az adakozási szándék, akkor ezzel hasonlóvá válunk hozzá. És ez azt jelenti, hogy elérjük a formaegyezést, a dvekutot, az összetapadást, nevezzük, aminek akarjuk. Tehát nyilvánvalóan mi nem fogunk lenullázódni, eltűnni, mi a kapnakarás vagyunk, és efelett pedig meg kell jelenjen az adakozásnak az ereje, tehát értenünk kell és tudnunk kell, ugyanazt a formát kell elérnünk, mint ő, az adakozásnak a formáját, és ez egy külső formát is ad, ami megnyilvánulásunknak, de én le leszek nullázva, és csak úgy tudok összeolvadni vele, de én megmaradok egyébként kapni akarásnak, amit voltam. Tehát az egyik ellentétes szint, a másik ellentétes szinte fog szemben állni egymással, de lesz egy szándék, ami összekapcsol bennünket. Oké, de én megkérdezem magam, hogy mikor kell a barátnak kérni. Nem értem a kérdést. Hát kérje magadnak, az se baj, ha magadnak kérsz. Amikor a barátnak kérsz, mondja, akkor lesz sikeres a kérésed. Tehát én, mondja, el kell gyűjtsek annak a feltárulásához, hogy nem tudok magamnak kérni semmit. Mert nem fog megtölteni a kitöltést. Barátnak talán kérhetek, imádkozok értük, hogy ők valóban boldogok legyenek, hogy a teremtő adjon meg neki mindent. Azért, mert én valóban bele vagyok foglaltatva, tehát akkor én is örömet fogok kapni belőle, hogy ezt tanulom a kabalában. Tehát mondjuk... egy nagy harc közepén van valaki, akkor nem azért imádkozik, hogy túlkerüljön a csatán,
hiszen mondjuk az egész nemzet háborúban van, akkor mindenkinek kell kérnie, hogy a háború túlkerüljön, mert ha mindenki kijön a háborúból, akkor én is kijövök a háborúból, ugye? Ezen a módon kell imádkozni, barátaim. Tehát, de ez még mindig egoista ima ám. Tehát a nem egoista ima az akkor lehetséges, hogyha olyan vannak barátok, akik rajtam kívül állnak, és megpróbálom csak az ő vágyukat megélni, és nyilvánvaló, hogy hogyan tudom az imát ilyen értelemben a teremtő felé fordítani. Tehát amikor én a csoportért imádkozom, akkor belép a reformáló fény a dologba, és elkezd engem megtanítani, hogy hogyan kell valóban imádkozni a teremtőhöz, hogy változtassa meg a szándékomat, az egoista szándékaimat, és hogy hogyan kell akkor a teremtőért magáért imádkozni. Amit megszólítunk, az a spirituális edény, vagy mit szólítunk meg, Rab? Nekünk mindenképpen megszólítást kell raknunk mindenre, ami hozzám tartozik, ami én vagyok. Az mindent meg kell szólítani, kész. Tehát minden, ami hozzám érkezne, a számítások, célok, eredmények, cselekedetek, kielégülések, minden, ami felém irányulna, ezeket meg kell szólítani. Ez olyan, mintha kilépnék önmagamból, és azt ugyanakkor mindent úgy kell fölfordulni, mintha bennem lenne, és mindent, ami kívül volt, eddig rajtam belül kéne megélnem. Azaz, nekünk úgy kell cselekednünk a többiek felé, mint egy gép. És meg kell kísérelnünk szívvel és lélekkel összekapcsolódni ebben. Ez a hiány, mondja Zsác, amit a barátoktól kapunk, amikor a teremtő előnyére akarunk dolgozni. Ez is egy olyan fajta dolog, ami rám, magamra irányul rám. Hát hogyan tudom megkülönböztetni azt, hogy mit szólítsak meg, és tehát azokat az edényeket szólítsam meg, amelyeket meg kell. Ha én a csoportban dolgozom, akkor mivel én előttem a csoportnál, az van velem szemben, nekem önmagamat a csoporttal szemben kell megfelelő módon elrendezni, hogy nekem mindig legyen meg a lehetőségem arra, hogy spirituális edényt építsek, és hogy ilyen módon a velem szemben álló csoport az aktuális tényként, amelyben a kapcsolat hiányát kell éreznem, és ezen keresztül tudom gyakorolni is, és így tudom elvinni mindent, így tudok elvinni mindent a kapcsolathoz. És itt tudom fénnyel kitölteni magam abban az értelemben, az adakozás fényével, és nekem kell elvinni magamat a kapcsolatba tulajdonképpen. És miért annyira zavaró ez, mondja Rav? Én ezt nem értem. Tehát én azt tanulom, azért tanulok, hogy magamra mondjam a reformáló fényt, és azért terjesztek, hogy érezzem a kapcsolatnak az erejét. A kapcsolat az a legközelebbi célom, amelyben világosan meg kell értenem, hogy mit jelent ennek a vizsgálata. Tehát egyszerűen látnom kell a végső célt, hogy a cél valójában az a dolgok megszerzésére irányul, és a kapcsolatban, a kapcsolaton belül kell felfedeznünk a teremtőt. Tehát mi nem kell elrepülnünk semmilyen mennyországba, vagy idegen helyekre, hogy érezzük őt. Ez pontosan az, ami köztünk kell, hogy megjelenjen, és felderengjen. Akkor mit is kell kérnünk, mondja Rav?
Mindössze e felé kell elmozdulnunk, ezért van szükségünk az arbutra, milyen módon, hogy mindenki ebbe az irányba haladjon, hogy összekapcsolódjon a másikkal. Egy olyan módon, mondja Rav, ahol mindenki valóban megáll abban, hogy önmagát érzékelje, és az általános formában érzékeli a másikat. Abban a mértékben, amennyire mi önmagunkat képesek vagyunk a minimális általános formában megélni, és mindegyikünk valóban az egójából kilépe, akár a legkisebb vágyát is vezérelve, összekapcsol valamekkora vágyat az adakozásra, elérhetjük közösen a nefesnek a színét, mert leváltunk magunkról, és az új vágyat pedig a másokra tudtuk irányozni, és a többiek valóban azonosak a teremtővel akkor. És itt a reformáló fény azt megnyilvánul, és minden egyes barát valóban a barátja lesz a másiknak, ahogy ezt tanuljuk. Tehát lehet egy olyan helyzetről beszélni, ahol a megszorítás az valóban a kapcsolata nem vonatkozik, tehát nekem össze kell kapcsolódni, és nekem úgy kell folytatnom mindent, hogy nekem nem magamra irányuló cselekedet kell végrehajtani, hanem valóban én képes legyek a valódi kapcsolatra. Igen, persze. Neked így kell dolgozni ezen. Tehát neked nem angyallá kell válnod, akit a teremtő fog irányítani így vagy úgy amúgy, hanem neked egyfajta áldozat kell hoznod, mondja Rav. Ami a csoporttal áll kapcsolatban, egyszerűen feláldozod magad a csoportban a kapcsolat érdekében. Ez az igazi áldozat. Ez a legnagyobb áldozat, amit odaadsz a teremtőnek. És ez a rész, amikor valóban, amit felszáll, ez a te lelked, amelyik részét a kapnak rásodnak feláldozod a többiekkel, ez a lelked. Rav, minden alkalommal, amikor az adakozásra kérdez Dani, akkor mindig oda jutunk el, hogy nagyon nehéz elmagyarázni ezt a spiritualitást fizikai szavakkal. A kabbalisták Bálhaszulám pedig ugyanezt mondták, de ez egy probléma, mert nekünk, mondja Motimor, nekünk el kell rendeznünk az imát, és ha nem tudunk megérteni semmit az imánkban, hogy hogyan forduljunk a teremtőhöz, hogyan stabilizáljuk az imánkat, hogyan használjuk a szavakat, hogyan tudunk, mint egy új szakmát kellene itt megszerezni az új minőségével, de hogy tudjuk, mi az adakozás. Az adakozás az nagyon egyszerű, mondjam. Az adakozás azt jelenti, hogyha te le vagy válva önmagadról, és érzed a hiszaront, a vágyat, amely a barátokban való hiányban nyilvánul meg, és megpróbálod ezt a másiknak a hiányát kitölteni, na, ez az adakozás. Ezen túlmenően nem tudom, mi az adakozás, mondjam. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. Én valóban inni akarok. Szomjas vagyok. És a barátom is szomjas. És ahelyett, hogy az én saját szomjúságommal foglalkozom, az övével kezdek foglalkozni. Tehát megvan a nagy vágyam, de mégis az övét fogom kielégíteni. Ezt nevezzük adakozásnak, hogyha nekem nincs hiányom erre, akkor nyilván nem is tudok adakozni. Tehát így kell ezt mérnem. Az adakozás egyszerű, mondja Rav. Abban a mértékben, amilyen mértékben én le tudok válni a saját vágyamról, ez a vágy fog, akkor gyakorlatilag ezt tudom odafordítani, ezt az erőt, hogy a másoknak a hiányára fókuszáljak. Oké, de nekem úgy kellene ezt megtenni, hogy nem kapok érte semmit, persze. Tehát ebben nincsen előnyöd, akkor nincs olyan koncepció,
A reformáló fény, ezt a reformáló fény teszi meg, mondja rab. Ezen a módon kell neked kilépned önmagadból, nyilvánvalóan így kell imádkoznod, tehát amiről szó van, az, hogy én képes vagyok önmagamnak azt mondani, nem az, hogy micsoda egy nagy hős vagyok, hiszen nem vagyok képes leválni a saját kapnakarásomról, egy milliméterre sem. Nyilvánvalóan azt jelenti, hogy csak a reformáló fény az, amelyik segíteni tud, és ez adja meg a képességet, hogy tegyek valamit. De akkor ez egy teljesen más érzés lesz, teljesen más. Az embernek valóban meg kell értenie, hogy neki önmaga fölé kell emelkednie, ő be kell lépjen a többiekbe, és ott kell éreznie, hogy a többiek edényét ő maga hogy töltheti ki. Oké, mi megértettük, hogy miért mondtuk azt, hogy nekünk a teremtőnek kell ráöltöznünk az okozás érdekében. Nyilvánvalóan mi az igazságot szeretném megragadni. Alól is mából kell jutnod, alól is mából, mondja rab. Tehát nem az ő érdekében, abból kell jutnod, az ő érdekében való cselekedethez. Nincs ezzel mit tenni. Az egyetlen dolog, amit tudsz, hogy felgyorsítod a fejlődésedet. Írva van erről, hogy minden, ami az erőt, ami tőled függ, azt tedd meg. Tedd meg. Nem csak az, hogy úgy cselekszel, mint egy csecsemő, hanem olyan irányokban cselekszel, tehát minden egyes pillanatban olyan cselekedet kell végrehajtani. Rabas írt erről, hogy amennyire csak lehetséges árvútban lenni, kapcsolatban lenni, abban stimuláljátok egymást, kapcsoljátok össze egymással, és 24 órában az óra körüli, tehát egész nap ezen dolgozatok. A munkánk az nincs másképp beállítva, ez a lényege mindennek, és ez a legfontosabb probléma, hogy ez nem egy parancs, mi eljutunk a leckére, de a leckén túlmenően, mondja a minden olyan, mint egy fakultás, csinálod vagy nem csinálod, de az, hogy eljössz ide, az kötelező, a többi az a te munkától is függ, vagy attól függ. Oké, mondja Rav. A kongresszus után jön az Elul hónapja, és jönnek az ünnepek, az új év ünnepe, és akkor mindent még jobban el tudunk rendezni, és akkor mindent más sorrendbe tudunk rakni. Tegnap te kérdeztél, mondja, vagy nem kérdeztél, kérdezi valakitől. Az olasz srác kérdez. Nyilván, ha az edénynek meg kell születni Olaszországban, és az egész világnak támogatni kell ezt a folyamatot, tehát a világ nemzeteinek valóban mindenkit haza kell vezetni értelemben a Szentföldre. A világcsoport hogyan fog átmenni ezen a kölcsönösségen, hogy a világ, a világcsoport hogyan kell ezt a viszonyt látnunk, amely elvezeti Izraelt oda. Én Izraelről nem nemzetként kell beszélnünk, vagy országról, mondja rab. Az edény, amely a kapni akarás, amely a világ nemzeteit elképező vágyakat jelentik, mi pedig, akik valóban egy új vágyal állunk itt, amelyet világ nemzeteinek neveznek, de mi fölé akarunk emelkedni ezeknek az edényeknek, össze akarunk kapcsolódni, és ezáltal ki akarjuk vezetni a szívben lévő pontunkat, amelyet Jasárkének nevezünk ebből a helyzetből, és össze akarjuk kapcsolni mindezt. Nyilvánvalóan én nem tudom megkülönböztetni az általános korrekciót, amit tennünk kell ma,
attól, amit majd amelyet az emberiségnek és a világ nemzeteinek tenni kell. Mi nem tudjuk ezt megkülönböztetni, nem nemzetiség alapján különböztetik ezt meg. Tehát azok, akik többet tesznek, akinek a szándéka nagyobb a kapcsolatra, vagy kevesebb a szándék a kapcsolatra, minden az edények törésétől függ. Az edények törésében vannak edények, melyeket Izraelnek nevezünk, amelyek a legellenállóbb edények a korrekció szempontjából, a többiek pedig azok, akiket valóban úgy tekinthetünk, hogy kevert sokaság. Ezért, mondja Rav, én nem akarom felosztani az emberiséget azon a módon, hogy milyen nemzetiségek az emberek. Van felosztás nyilvánvalóan az emberek között és a nemzetek között, de valójában ez egyre inkább Babilonná válik az egész, amiben élünk. A különbségek ugyan megnyilvánulnak köztünk, azonban nekünk ezt ma másképp kell látni, teljesen másképp. Tehát reménykedjünk, hogy a csoportokban való munkánk alapján Izrael és Európa és Oroszország és Amerika, ezek elkezdik most támogatni Európát, és ezáltal képesek vagyunk stabilizálni csoportokat, amelyek állandó támogatásban vannak, a hiány feltárásában. Nyilván ezt a kongresszuson nem tudjuk befejezni ezt a folyamatot, állandóan támogatni kell őket, mert az befolyásolni kell őket ezen a kontinensen lévő emberek tömegeit úgy kell befordítani, hogy az emberiség legnagyobb része az, amit el kell, hogy várjunk, hogy elérkezzenek a korrekcióhoz. Ez, mondja Rav, valóban ez az, ami a mi Babilonunk, ez az, amit Ábrahám korrigálni akart. Menjünk át.